Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. A biztonság nagyon fontos! Megérkeztünk a kakucsringre, mert a laptimingos srácok azt mondták, hogy szeretnék lemérni néhány autónkat. Nem azokat az autókat, amiket elhoztunk, de szerintünk ezek nagyobb poénok lesznek. Így a Kejent és a Yaris-t. Dani, szerintem melyik lesz a gyorsan? Most körsödve a combom! Múcsál rá, gyorsan, feszítsd be ennek az irányba. Aztán, de itt neki. Szomorú vagy benne. Tessék. Melyik lesz a gyorsan? Cheyenne Jeep, vagy a Corolla? Ami Yaris. Nem tudom, attól függ, hogy ennek most a hajtása hogy fog viselkedni egyébként. A Yaris talán, de nagyon kíváncsi vagyok. Most talán már a Yaris. Igen. A előző teszten ott egy kicsit szomorú volt a Yaris a Kejenhez képest, de most azóta sokat fejlődött. Király. Te mit gondolsz, melyik lesz a gyorsabb? Hát a Yaris kéne, hogy gyorsabb legyen azért. Elég, a csalódás. Azért csúnya lenne, hogyha most itt 2 tonnával a Porsche elverni. Aztán bármi lehet. Így van. De a mi felvételünk az csak ilyen fél 5-6 magasságában kezdődik, viszont Janieknek lesz egy ebédszünete, úgyhogy ti fogunk egy kicsit autózni. Szeret, nem szeret, szeret, nem szeret. Viszont ha te szeretnél egy ilyen menő picikejent, akkor irány az amonoliver.com webshopja, mert most 1900 forintért a tiéd lehet. De húzzatok bele, mert csak 400 darab van. És a legjobb része, kisorsolunk 40 embert, aki beülhet a Kejenbe, és mehet vele egy taxikört az SS GTI pályanapon a kakucsringen. Szóval, amonoliver.com webshop, pici Kejen. Egy Audi Quattro, nem mindegy Subaru valami féle, valami új, valami. Tagadhatatlanul sikerültem, hogy milyen versenyosztályokba tudsz vele elindulni így most? Hát most csak ilyen Legend Rallyt, esetleg Regend Rally és hegyi felfutókat. És hogy viselkedik egy ilyen autó? Én egyszer vezettem ebből a rövidet, igaz, nagyon szerencsétlenek voltak a körülmények, mert utcai gumival mentem Murván, ha jól emlékszem, az rövid volt, és az az autó az vagy az orrát tolta, vagy keresztbe ment. Ez is ortolós. És a kettő közötti állapotot nem tudtam megtalálni. Nincs, ez is nagyon ortolós, és hát nehéz ez eleje, a motor ugye első tengely felett van. Látom, hogy azért maradt benne sok Audi R8-ra fog. Igen, a nagy alkatrész Audi koncernes, vagy hogy mondjam. Zsolt, nincs benne Volkswagen, nincs benne Peugeot, nincs benne Fiat. Audi. Ami Audi, az legyen Audi. Nem akarom elrontani a srácok játékát, de ezért ne is mondd el az időt. De jobb lett, mint vártad, vagy az lett, mint vártál? Jobb lett, mint vártam. Jobb lett, mint vártam. Ahhoz képest, hogy a futómű nagyon gyengén van beállítva, illetve nincs beállítva, nem volt állítási lehetőségem, ahhoz képest nagyon jó az idő. Halkan beszélek, mert elkezdődött a felvétel. Itt parkol egy SLK 55 AMG. Ugye az SLK, az az SL Kurz, vagyis rövid, tehát ez a kis Mercedes Roadster. Ez az utolsó széria ügyének leállítottak a gyártását néhány éve. Viszont ez itt egy 55 AMG, ami azt jelenti, hogy az M113-os 5,5 literes V8-os van ebben az autóban, ami ennyire nagyon pici. Tényleg alig nyugod, mint egy MX-5, de 5,5 literes V8-os. Közben Csabi nyert a kőpapírolóban, úgyhogy már felvitte a Yaris-t melegíteni. Ugye szlikeken van a muszáj. Ott érkezik. Beszéltek nekem. Szép az autó. Jó színe van. Takadhatatlanul zöld. Igen. És Dani, más, én okosat nem tudok mondani. A kerekei aranyszínűek. Így van, és egy kis ültetést kapott, meg egy kis nyomtáv szélesítést. Ettől jobban megy. Jól lett a fitment. Csak jöttem okosan nézni, mint te. Mondd el, mi történik most? Nem mindig csak én narráljak. Én ahogy mennyit láttam a műsorból, szokatlan módon most nem csak a műsorvezetők mennek az autóval, hanem a főnök is kapott lehetőséget, hogy menjen egy időt a saját autójával. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként, nem hallottam, hogy mennyit mentek, de egy-két foszlányt, hogy elkaptam belőle, sok mindennél jobbat megy, szóval a versenyautóknál is jobb időt sikerült menni a srácoknak. Meglátjuk, hogy a főnök mit
mire jut, hogy boldogul vele. És Oliver még használja is. De várjál, most akkor hogy vagyunk etikusak, hogyha Oliver idejét elmondjuk, és a srácokért nem, vagy Oliver idejét sem mondjuk el? Egyiket sem, nem semmit nem mondunk el. Tekintve, hogy tudod, ez hogy is a műsorban lesz. Tudod, hogy kéne? Elmondjuk és kisípoljuk. Az idő... Így. Nem sikerült levideózni rajta. Rosszfele menték el rajtónod egy újat, az első körre nem mentél be. Az első kanyart mondtátok? Aha, elsőnél bemész balra a lassúba, sikámba. A GoPro szerintem egy kicsit ellényegült. Kicsit a hátsó, igen? Szóval egy, a, utána be kell húzni. Nem kimész a hosszú ja, ívra, hanem igen. Külső, első igen. Körbe bemegyek, igen, és rajt után, igen, és másodikban nem. Igen. Várj egy picit, mert a GoPro az első körbe kell. Bemegy, és a másodikban nem. Igen. Jó, okay. Első, hogy a lassút csinálod, okay, meg, és második lendületből ad. Hú, most már van szaga. Ja, kis, a flex. Srácok után is volt egy kis fékszag. Kis vidéki flex szag. Igen. Pedig itt azért még féktáv nincs. Jani, gyere egy pillanatra. Valamit mondj, úgyhogy ne derüljön ki semmi. Milyen volt? Mentél egy gyárival, nem? Mentem, igen, igen. És igen. Ahhoz képest? Gyorsabb, csak hát még mindig nagyon ortolós, úgyhogy... Még mindig ortolós. Igen, igen. Hát kell neki a hajtáskompjúzer. Minden kell ebbe kb. De otthon van ezzel a mérettel, meg ezzel a súlyelőt. Persze, párján. Abszolút. Azt mondd el, hogy ez különleges adás volt, mert tényleg három ember ment. Abszolút, és ez nagyon ritkán van így, hogy engedünk harmadik embert menni. Ezt a mi műsorunkban is elmondtuk, hogy csak olyanokat engedünk oda, akinek én úgy fogalmaztam, hogy nem fúrja, meg nem szúrja a hátát a kormány. Mert nagyon sokan szeretnék a saját autójukat kipróbálni, de nyilván nem engedhetjük, mert a pálya úgy is van bérelve, hogy a két fiúnak. De egy Oliver, egy Turán Frici, egy Puskádi, tehát olyan emberek, akiben mi is megbízunk, Szabó Krisztián például, azok nyilván mehettek a saját kocsiukkal. Oliver mehetett most is, és majd mehet a másikkal is, amit hozott most. És az időeredmény az senkit ne ijesszen meg, hogy miért kapott ennyit, ugyanis egy olyan nyomvonalon megyünk, amit ő még soha nem használt, ezt láthattátok az első rajtból, hogy másfelé is ment. Hányadik műsorotok ez? Nagyjából? Mondjuk azt, hogy 850. autó. Nem tudom hányadik műsor, de 850. autó. Tehát, hogyha az csak a két körrel felszorzod, az már nagyon sok per pilóta. Hát szerintem azon bőven túl vannak egyébként mindennel együtt, mert versenyzőskalát is tartunk itt, meg mindent. Tehát én azt mondom, hogy itt 3-4 ezer kör van a fiúkba. Ha már itt vagyunk laptiming forgatáson, és a HDT és Porsche-val vagyunk, hogy a HDT-nak van egy teljesen saját fejlesztésű védőcsomagolása, amit a mosógép szállításokkor használ. Például, hogyha te gariba vissza kell, hogy küldj egy mosógépet, vagy ilyesmi, akkor kijönnek hozzád házhoz, ebbe bebugyolálják, és ezzel szállítják oda-vissza. És mi most ezt a zsákot ki fogjuk próbálni. Nem hétköznapi módon, ugyanis Dani már előkészítette a rántókötelet, ez az Audi rántókötele? Azzal rántjuk ki a sárból. Azzal rántjuk ki a sárból, igen. De hogy rákötjük a kenyerre, és húzzuk egy költ kapucson. Tényleg ezt úgy megbeszélted velük, hogy erre készülünk? Kivel? Oké. Okay. Hello. Micsoda? Tudom, de amíg, ugye az Audi volt, amit nem lehet kinyitni, amíg gyűjtás. Boldoggá tesz, hogy olyan autót vettünk, amiben befér 5 versenyülés, meg egy mosógép. Yeah. Tökéletes! Valaki fogja, mert akkor emelem. Csak emelem. Egyenes háttal, mert baj lesz. És Dani, már túl vagy a harmadik X-en, ne feledd. Már mindenki. Jézus. Mi apaján? Ez már nyugdíjas munkacsoport. Itt oldalra fektetve kéne ígni. Be van csukva rendesen? Igen. Hát szervós is behúzza, ugye? Ja, igen. Jobb időt megy, mint a Jarisz. Fékezni nem tud, annyi a bajom. De nincs lekötve a mosógép hátul. Igen. Hello. Hello. Ja, a Dani Signature hello. Imádom. Nem úgy veszed fel a telefont, hogy hello, akkor tudom, hogy baj van. Új a lányzata. Csak tegyük le. Teljesen mindegy. Akkor egy előre állítva rakjuk. Mutassuk meg. Igen. Hogy ez egy sértetlen mosógép. Így. Ás energiaosztályú, mert fontos a környezet. Hát elejét neki. De azóta jött már A4 plusz is. Igen, de ez még haviszaladóval is megéri. Na, így nézzük. Jó, itt van egy kis karc, ezt adjuk meg neki. Jó. Ennyi. Még öblítő van benne, szóval használható. Nem. Ezt rátesszük, és önmagát meghúzza szépen frankon. Ja, tehát a rántás rá, mint egy lasszó. De várjál, mert akkor lehet, hogy föllazul.
Én lehet, hogy inkább összehúznám a spacit rajta, hogy az megtartsa magát, és arra kössük ki. Nagyon kevés dolgon szoktunk annyit gondolkodni, mint hogy azon, hogy legyen rajta spanifer. Többen amellett álltak ki, hogy ne legyen rajta spanifer, végül az lett a zsinat eredménye, hogy lett rajta spanifer. Te is amellett álltál ki? Hát én egyetértettem, Dani valamikor rátépte és nem mozdult, hogy az úgy jó. Aha. Mi baja lehet? Maximum leszállok. Ha már 100-at elérjük, inkább szállj le. egy dolog, hogy ne úgy húzzál, mint a pánkkal a hajóval, jó? A biztonság nagyon fontos! Siken? Hát teszed. Bója maradjon. Még távokban nem vagyok biztos. Hopp, megelőzött! Nem fordult még el. Még nem pörgött. Még mindig a talpán van, illetve ahogy hagytuk. Értem átlendíteni. Becsodálom! Szegény Dani fogsorát átrendezte volna. Várjál, fölöntöm. Kicsit közelebb. A mosógépet meglépte. Hát még mindig nem értük át. Nem. A drága mosógépünk, az A-kategóriás mosógépünk. De ez már jó meleg. Igen. Durván egy kört kibírt a kakucsringen úgy, hogy még messze nem jutottunk el a mosógépig. Tehát ebben még van egy pár kör, de most nem forszírozzuk tovább a dolgot. Egyrészt nem akarjuk tönkretenni a mosógépet, másrészt mindjárt lejár a pályaidőnk. Igen, meg de, nem akarjuk takarítani a pályát. De elég dicséretes. És ebben még volt egy szakasz úgy, hogy a Dani a 80 kilójával rajta lovagolt, és azt is bírta. Én mentem volna még, de Oliver elvett meg. Sajnálta a benzintőlet. Ugye erre rá lehet bízni az életedet. Vagy legalábbis a mosógépedet. Én az életemet is rábíztam. Rég vezettem olyan autót, ami ennyire távol van az eredeti céljától, mert hát tényleg kevés alkalmatlanabb dolog van pályaautónak, mint Porsche Cayenne. De ahogy az lenni szokott az elvadult építéseknél, pont emiatt iszonyatosan szórakoztató. És nyilván 20 évesnél idősebb autóról beszélünk, de nem szabad elfelejteni, hogy pokoli erős, nagyon-nagyon erős. Oliver előbb felhívta a figyelmemet, hogy kanyarban óvatosan adja gázt, mert esztergál az ív belső. Ugye ebben nincs per, ezért nem tudja leadni az erejét. De azt nem gondoltam volna, hogy még igazából fél gáz és 3/4 gáz között is eltekeri a hátulját. Ami nagyon-nagyon megszokást igényel, az a fék, mert hiába pakoltuk ki, mocsok nehéz az autó, bőven 2 tonna fölött vagyunk, és tényleg, amikor nézegettük ennek a Cayenne-nek a fékét leszerelt keréknél, hogy mekkora, azt gondoltuk, hogy bármire és akármire elég. De igazából nem, ez már elmelegíti a féket. És itt kell vigyáznom a kigyorsításon, mert eltekeri az ív belsőt, hiába van rajta akkora gumi, mint másik autón a 4 együtt. És az a nagy fektolja a hátulját, és a maga módján igazából virgonc, mert érzésem szerint nem nagyon van ABS, kipörgésgátló nincs, viszont mivel alapvetően az alatta lévő futómű az igényes, és ugye Reznyák Tomi nagyon jól behangolta, ezért mégis alapvetően jó a mozgása, számítható, és váratlanul jól fordul. Ugye ez az autó gyárilag légrúgós futóművel jött ki. Ezt gondolom neked szóba sem jöhet, amikor neki elsz egy ilyen átépítésnek. A csillapítás része a szóba jöhet, mert igazából a külsején van a légrúgó, ezért meg lehet azt is csinálni, hogy egy légrúgósnak a csillapítós részét kicseréljük, úgymond versenyfutóműre. Itt azért nem jött szóba, mert az viszonylag nagy, és nem lehetett volna annyira összeültetni, amennyire itt szerettük volna. Amikor elkezdődött ez az egész munka, akár csak a Justinnál, eljöttél hozzánk, és elkezdtél mérítkélni. És akkor kiderült az, hogy mennyit lehet ültetni. Mennyivel lehetett lejjebb rakni ezt a karosszériát a légrúgó legalacsonyabb állásához képest?
igazából ugyanoda le lehet ültetni szinte, nagyon kevés a különbség, 1-2 centivel megy följebb. Itt nem a rugó volt igazán, ami behatárol, hanem a mechanika, hogy ez a pont, a gömbfej már felütközik, illetve a féltengely sem szereti azt a úgymond ültetést jobban. Úgyhogy itt mechanikailag, mert rövidebb gátlót tudnánk csinálni itt is, a légrugó nem sokat hagyott. Miből keletkezett a gátló, amit használtál? A gátlónak az alja az egy gyári Porsche volt, azt levágtuk és felhasználtuk, hogy ne kelljen ott az új alkatrészeket lézerrel kivágni, először lemérni, utána kivágni, lehajtani, stb. Azt egy gyáriból levágtuk, és fölfele ezek meg normális építőkészlet az AST-től. Megvannak, hogy milyen hosszokban vannak csövek, ezek nagyjából 20 mm különbséggel vannak a katalógusban, illetve a dugattyúrúd is mindenféle különböző hosszokban van, és az ide megfelelő. Annyit szoktunk csinálni, hogy megnézzük az ilyen autóknál, gátló nélkül feltoljuk maximumra, mi a maximum, ahol felütközne, és a lehető leghosszabb testet használjuk a lehető legrövidebb krómszárral. Ez azért van, mert a test erősebb, mint a krómszár, a másik, hogy a testben van a gáz alul, fölötte az olaj, és minél több olajunk van, annál többet tud hűlni, annál jobban működik a gátló, kevésbé melegszik el. Nem nagyon tudok ilyen pályára épített kelyenekről néha látni, ilyen, amikor láttam például egy drift autót, Chevy V8-al meg hasonlók, de azért a legtöbb autó, amiből te építesz, ott van valamiféle támpont, valamiféle mankó. Egy ilyen jellegű átépítésnél, amikor pályaautót kell csinálni egy Porsche Cayenne-ből, egy ilyen 2,4 tonnás duongból, nyilván kipakoltuk és könnyebb lett. Szóval, hogy milyen referencia alapján kezded megcsinálni a csillapítást, a szelepelést? A legfontosabb, hogy 4 kerekes mérlegre tesszük az autót, hogy tudjuk, hogy kerekenként mennyi terhelés van. A többi, az pedig föl kell rajzolni, hogy nagyjából hol van, meg kell mérni a futóműnek a bekötési pontjait, és ahhoz képest ki kell számolni, hogy hol van, mekkora terhelés lesz a rugón, és az alapján lehet ki lehet számolni, közelítőleg, hogy milyen rugó és az ahhoz való csillapítás a felhasználás miatt milyen kell majd. Most az előbb vezettem ezt az autót, és te úgy jöttél le a pályáról, hogy jaj, hát ez most itt borzasztó. Az eleje az szerintem tök jó, tehát hogy nagyon jól fog és nagyon jól irányítható, a hátulja az tényleg kriminálisan pattog. Mi a következő lépés a fejlesztésben? Ugye részedről nyilván. A hátulja még magas, az egy dolog, ha kicsit lejjebb ültetjük, akkor kevésbé fog pattogni, de nem az a mérvadó. Igazából a hátulját rosszul tippeltem, mert ott még ferdén is áll a rugó, a stag, ott jóval keményebb rugó lett, és a hozzávaló csillapítás, egy másfélszer erősebb csillapítás kell kifelébe, hogy amikor ez fölpattan, ne pattanjon föl, mert a rugó széttolja, az erős rugó, de ha nekem lassabb a kifele csillapításom, akkor nem csinálja ezt, és nem fog pattogni. Nagyon kíváncsi leszek, szürreális élmény. Utoljára ott hagytuk abba a Cayenne-nel, hogy bekerült a futómű, és ki lett pakolva a belseje. Viszont azóta... Visszapakoltunk a belsejéből egy kicsit. Ta-da-da-dán! Így van, ugye az első két ülés az már viszonylag régóta benne van, és elkezdtem videót csinálni róla, csak olyan unalmas lett, hogy aztán inkább félbehagytam. Az van, nézzük az elejét, mert ott talán jobban látni, hogy ugye ez a gyári ülésnek egy ilyen tartó konzol, amit úgy döntöttem, hogy inkább megtartok, mert enélkül teljesen nulláról csinálni elég szívás lett volna. Az ezer irányba mozgatott ülésnek a motorja és szervója azok ebbe vannak benne, nem. Vagy az még erre épül? Erre épül rá tulajdonképpen, igen. Ez csak egy, ez alatt van itt CD-tár, meg ilyen mindenféle elektronikai cucc a másik oldalt, meg ugye az aksi van itt az ülés kellemetlen alatt. Kellemetlen helyen lévő aksi. Így van, és tulajdonképpen ezt meghagytam, és akkor így annyi, hogy a 4 csavarponthoz csináltam egy konzolt, amire rájött a részshopos saját márkás konzol és a részshopos saját márkás ülés övekkel. Igazából itt elő kifejezetten könnyű volt, mert tényleg annyi, hogy 4 lyuk össze kellett hozni ezekkel. És milyen jól néz ki, hogy úgy van szinterezve, hogy messziről még akár azt is mondhatnánk, hogy ez egy gyári alkatrész. De nem az.
És akkor hátul kezdődtek ugye igazán a jó mókák. Úgy indult az egész, hogy mikor néztük, hogy mekkorák az ülések még rendelés előtt, akkor megmértem, hogy a szélétől a másik széléig, akárhogy matekoltam, nem jön ki, hogy egymás mellett három elfér. Na aztán végül mégis. Az eredeti elképzelés az volt, hogy ide tesszük be, viszont sehogy nem adta ki, mert az üveget ki kellett volna szedni hozzá, szóval ezt hamar elvetettem. Eleve kipróbáltuk, hogy mégis kiadja. Igen, de hogyha kinyitott fent az üveg... Ez beváltjuk, így van. Volna videó. Az kamerás jó autónak volt, jó lett volna. Még mindig jó kamerás autónak, fordítva be lehet tenni egyébként egy ülést, csak ott viszont nem ülnék, hogyha versenypályán veretünk vele hátrafelé nézve, azt azért nem vállalnám. Lényeg az, hogy itt azért volt több kihívás, mert itt a gyári üléskonzolokat nem igazán, mert ugye egy nagy fotel van hátul, ezért semmit nem lehetett használni belőle. Kreatívnak kellett lenni és a nulláról készíteni tulajdonképpen üléskonzolt mindegyiknek, de hál' Istennek kiadtam, és itt középen ez az ülés, ahol... A prémium hely. Így van, ez a legfullasabb. Most az előbb, hogy itt mentünk a pályán, becsüccsentem oda, és első osztályú ilyen király. Hát a hátsó tengelyen ülsz, és a hátsó tengelyen történnek a dolgok. Semmi nem zavarja a kilátásodat, tökéletesen előre kilátsz, jobban, mint a sofőr talán, kis túlzással. Magasabban ülsz mindenképp. Így van, szóval tényleg nagyon király lett. Még az öveket be kell tenni, de azt sem tartom kizártnak, hogy az csak a csövezés után lesz. Ugye azért kellett, hogy bekerüljön az összes ülés, hogy a csövezéssel előre tudjunk lépni, hogy véletlen se legyen probléma ezzel. Lefutott ugye a Yaris, nem volt lassú, viszont megcsináltuk a kis játékunkat mosógéppel, és most következik az újabb adásnak a felvétele, amiben minket meghívtak, úgyhogy Olivier viszi a Cayenne-t, és reméljük, hogy ebben is mehet ő is kört, és akkor oda lehet tenni Jani meg Csabi ideje mellé az ő idejét. Fix az ülés? Aha, igen. Akkor pont jó. De a kormány is cserébe. Igen. Egy féket nyomsz kérlek. Ez ilyen típusbetegség, azt mondják a Porsche szakértők, hogy igen. A Cayenne-nek azok ilyen nehezen indulnak. Mondasz valamit a verknek a benyomásaidról? Igen, tehát nem gyorsítés, nem fék, ez a többi része az rendben úgy tűnik, úgyhogy... Nem is tudom, egy versenyautónál ez ilyen fontosnak tűnő dolog, de... Igen, igen, majd próbálok a kanyarra koncentrálni. Szépen eregette a pamacsokat, amikor kigyorsítottál. Az azért mondom, hogy úgy érzed, hogy nem mozdul előre az autó. És tehát. Nem kell hozzá nagy gázt adni? Nem, azért néztem, hogy ez lehetetlen, ezzel hogy fogok elindulni. Dani, mi történik most? Mi történik? Megy a főnök megint. Főnök? Az a Bruce Springsteen. Kicsit el. Véget ért a forgatás, mindenképpen nézzétek meg a laptimingos adásokat, iratkozzatok fel rájuk is, nyilván iratkozzatok fel a nagy csatornán, nézzétek meg a boltot a merchandising miatt, és nekünk most már csak az van hátra, hogy belelünk öten, és autózunk bele. Jó vagy? Nézd, és most itt kinyomom a fiskám, nem veszek kész. Két Eneosos közé beültél. Most kérdeznek, hogy milyen, hogyha gyorsan megyünk. Amúgy itt nagyon jó küldi ezen a izén. Ugye? Az ez kanyarodni jó. Tud? Meg ha nem megyek rá az óra, akkor sokkal jó. Csak hogy lassú. Gáztani nem tudok. Most csak ilyen óvatos fék. Igen, kell befele, mert leérintett. Sok emberrel le fog érinteni hátul. Ja, és keményebb rugót meg már nem kéne belerakni. Nem, azt nem. De érezted, hogy leérintett, ugye? Roland. Igen. Hallottam.
Gyere, ülj be ide előre, Tomi. Valaki nem jön? Egy valaki nem jön? Szia, Tomi. Nem kell az öv. Biztos? Nem megy gyorsan. Most már ott marad. Tomi, te sose követed be magad. De azt mondtad, öv nélkül meghalunk. De nem akkor én vezetek. Azt mondtam, hogy a te vezet közben mondod. Nem videózni, de megtiltottad. Na mindegy. Érdemes kapaszkodnod, Dani. Kapaszkodok rendkívül, Dani. Keresztbe raktuk végre. Kellett hozzá súlyára. Előre van, raktunk súlyt, nem mindegy. Még. Mehetünk, ha nem vagytok rosszul. Ne, neki vigyorog. Milyen gumi bírja ez? Anki, az középen milyen? Rohadt jó! Itt az autó leghátsó pontja, ez a legjobb! Emlenik a díj belső kerékeivel, hogy hát. Egyszer sem. Én egyik alkatrészesen eddig ennek a kérdésre. Nagyon jó. Milyen? Nagyon jó. Vidám parból a helye. Zseniális. Ilyen. Helyet cseréltünk volna, Antti, meg kíváncsi vagyok nálad, de mi is lesz még lehetőségbe ülni középen. Tomi? Jó volt. Várj, várj, nem ismeri Tomi, el, amiben is Mercedes. Jobb volt, mint egy Merci? Nem. Köszönöm, én az elfogult vagyok, tudod. Az lenne, sem mondanám meg. Gáztadni.